Vilmos herceg egy felmérés szerint a legnépszerűbb tagja a királyi családnak, amihez valószínűleg nagyban hozzájárult az is, hogy a trónörökös botránymentes, a helyzethez képest csendes életet él, melyet leginkább a családjának és a gyermekeinek szentel. el. Felesége Katalin Velszi hercegnél több mint 20 éve jobban rozban támogatja, ami valószínűleg akkor lesz fontosabb, mint valaha, amikor a trónörökös feltételezhetően 5. Vilmos néven trónra lép. De ki is Vilmos herceg? Hogyan alakult Kádai Herceg és Diana Hercegné elsőszülött gyermekének az élete ez ideig? William Arthur Philip Louis 1982. június 21-én született a St. Mary's Hospitalban, Londonban, Kádai Velszi Herceg és Diana Velszi Hercegné első gyermekeként, a kisjövevény nevét pedig egy héttel a születése után hozta nyilvánosságra a Buckingham Palota. A nevek kapcsán Diana választása volt a William, Kádai az Arthur, a Filipet Károly apja, Fülöp Herceg után, a louis pedig Louis Dicky Mountbatten után adták neki, utóbbi Károly Herceg második apa volt, aki 1978-ban az Ida merényletének áldozata lett. Vilmos Herceg születése akkor a királynő azzal viccelődött, hogy hála a mennyeknek, nem az apja fülét költe. Károly pedig megjegyezte, hogy szerencsére a kicsi ujjai sem az apjára ütöttek, ezzel kapcsolatban Károly koronázása körül fel plegykák, hogy a királyi újai betegségre utalhatnak, valójában azonban mindig is ilyenek voltak, csak eddig kevesebb figyelem irányult rájuk. Vilmos 1905 óta János herceg születése óta az első olyan herceg volt, aki a veszti hercegi pár gyermekeként jött világra, valamint az első olyan trónörökös volt, akinek az érkezését előre bejelentették. Édesanyja Diana hercegnél a terhesség korai szakaszában már erős rosszul létekkel küzdött, így a korábbi királyi gyakorlattal ellentétben a Velszi hercegné randosságát bejelentették, majd szintén a királyi gyakorlattal eltérően a Buckingham palota helyett kórházban szült, a Velszi herceg jelenlétében, továbbá a pár az újszülöttjükkel a Lindo Wing lépcsőjén is fotózkodott. Vilmos herceg keresztelőjét 1982. Ag augusztus 4-én a dédnagymamája, Erzsébet királyné, vagy ismertem nevén az anya királyné, 82. születésnapján celebdálta a kentődbe diások a palotában. Vilmos keresztelőjén Diana úgy érezte, hogy teljesen kirekeztették az eseményekből, és ott senki nem kérdezte meg, hogy a nap mely szagasza lenne megfelelő, és a választott, délelőtt 11 óra volt a legrosszabb időpont a baba napi kapcsán. A kis herceg a keresztelőjén azonban kitüntetett figyelemben részesült, kiváltképp, mert 1840

így viamost most is, noha azóta annak egy másolatát használják a királyi keresztelőkön, tekintve az eredeti ruhadarab matuzsállám korát és történelmi értékét. Diana egy sor királyi szokást rúgott fel a gyermekeivel kapcsolatban, így többek között a mindössze 9 hónapos Vilmos herceg 1983-ban velük tartott az ausztráliai és újzélandi királyi túráda is a helyet, hogy több hétre otthon hagyták volna a dadák gondjaira bízva. A herceget a családban Wills, Öccse az 1984-ben született Harry Willy, még édesanyja Diana hercegné vombat néven becézte. Noha Vilmos herceg a gyermekkorát a Kensington palotában és a Gloucester City Highgrove birtokon töltötte, diana -ennek fontos volt, hogy a gyermekei valamiféle normalitásban nőjenek fel, melyhez az is hozzátartozott, hogy a világ és a társadalom olyan részeit is lássák, melyet egy királyi hercegnek vagy hercegnőnek korábban nem volt lehetősége megtapasztalni. A verszi hercegné elvitte a gyermekei Disney-ben szórakozni, ettek a McDonald's-ban, buszoztak Londonban, később pedig étszklinikát és hajléktalan szállót is látogattak. Noha Diana igyekezett modern édesanyja lenni, valamint tágítani a gyermekei látókörét a világ dolgai iránt, Viamas és Harry is arisztokrata nevelésben részesült, dadák vették körül őket, azonban a korábbi gyakorlattal ellentétben a szüleiket nem kellett hosszú időszakokra nélkülözniük, valamint a mindennapi életüknek is szerves részét képezték, ellentétben azzal, ahogyan mindössze néhány évtizeddel korábban csapadettek a királyi és az adisztoktat a csemeték. Vilmos Herceg a londoni Pimlikóban járt a vodába, majd a Ludgrove-ba ment tovább, ahol a tanuláson kívül a sportot is megkedvelte, úgy mint a focit, az úszást, a kosárlabdát, az agyaggalamblövészetet és a hosszú távfutást, valamint a színjátszást is kipróbálta egészen jó eredményekkel. Később a neves Eton bentlakásos fiúiskolában folytatta a tanulmányait, amely idei alatt földrajzból, biológiából és művészettörténetből mélyítette el a tudását, valamint az úszai és foci csapat kapitánya lett, továbbá a vízilabdával is megismerkedett. Az Eton szintén szembe ment a királyi hagyományokkal, ugyanis mind a nagyapja, Fülöp Herceg, mind apja, Károly Herceg a skóciai Gordonstown bent lakásos fiúiskolába jártak. Ez volt az az iskola, melyről Károly később úgy beszélt, hogy többször is zaklatták és gyűlölt el helyet. Miközben Vilmos az Etonba járt, Hétvégenként többször is teázott a nagymamájával, második Erzsébet királynővel a közeli Vinzott kastélyban, azonban ezeket a látogatásokat nem jelentette be az iskolatársainak, sőt, igyekezett annyira átlagos és normális életet élni az iskolai ideje alatt, amennyire az csak lehetséges volt. 1991. június 3-án Vilmos Herceg sportbalesetet szenvedett az iskolában, golfozás közben és a Royal Berkshire hospitalba szállították koponyatöréssel később a Great Orban Street Hospitalban megoperálták, aminek a végén egy maradandó heg maradt, amivel kapcsolatban később úgy viccelődött, hogy ez az ő Harry Potter hege. A baleset napján viszont hatalmas média cirkusz keveredett abból, hogy noha a sérülés nem volt komoly, és erről az orvos is biztosította a szülőket, Károly Herceg nem mondta le az aznapi hivatalos megjelenését, miközben Diana a fia beteg ágyánál vérasztott, Emiatt pedig a média élesen bírálta Károlyt. Noha a kezelőorvos szerint egyik szülőnek sem kellett volna Vilmos mellett éjszakázni, ha csak szimplán az állapotát nézik. Az érettség után Vilmos herceg kihagyott egy évet, amit gephírként is neveznek, ekkor pedig Belizbe látogatott, valamint több jótékonysági programban is részt vett, többek között Afrikában is, ahol angol tanított, és a W betűt úgy próbálta elmegyrázni a dömerdékeinek, hogy a neve William, dupla vével, mint a Wombat, ami a beceneve. neve. A Gap -hír alatt a Delhi International programjában is részt vett Csillében, ahol épp, hogy elkerülték egymást a jövendőbeli feleségével, Kathleen Middletonnal, aki szintén Gap volt, és szintén a Delhi international lál 2001-ben viszont mindketten a skóciai Szent Andrews Egyetemen kezdték meg a tanulmányaikat, Vilmos Herceg eredetileg művészettörténetet kezdett tanulni, Azonban egyrészt nem érezte magáénak, valamint küszködött az egyetemen, így váltani akart. A másik egyetemre való átjelentkezés viszont diplomáciai botrányba fulladt volna, így abban egyezett meg Károly Herceggel, hogy tárgyat vált, és folytatja a Szent Rendzuszt szakon, a döntése pedig sikeresnek bizonyult. A Herceg szférájába a sajtó noha igyekezett beférkőzni, mégis sikerült valamiféle privát teret kialakítani a magának, melyben a diáktársai Steve-ként hivatkoztak rá, valamint sokáig sikerült titokban tartani a kathleen kapcsolatát is. Vilmos herceget 21 éves korában államtanácsossá nevezte ki második Erzsébet királynő, ami azt jelentette, hogy a herceg képviselheti a hivatalos megjelenéseken az uralkodót. 2005. júliusában vett részt az első önálló királyi programján Új-Zélandon, egy második világháborús megemlékezésen, 2009-ben pedig Hegyi Herceggel közös irodát állított fel számára a királynő. Vilmos az egyetem befejezése után, 2006. januárjától a Szent Hörszti királyi katonai akadémián tanult tovább, és kezdte meg a katonai szolgálatait. Mivel a tanuló is sorban a második volt, így éles küzdelmekben nem vetették be a herceget, de helyett a királyi légierő és a királyi haditengerészet kiképzéseiben részesült. A kiképzései után Vázban állomásozott. Végül 2017. júliusában szedett le teljesen a katonaságtól, hogy a figyelmét teljes mértékben a királyi kötelezettségeinek szentelhesse. 2001-ben a Szent Andrews Egyetemen ismerte meg Kesszín middleton aki a felma szerint egy jótékonysági divadamutatón keltette fel a herceg figyelmét, melyen egy szinte teljesen átlátszó ruhában vonult fel a kifutón. Mindketten a Szent Szalvatorsz holdiák szállón laktak, és a beszámolók szerint előbb közeli barátok lettek, és csak ezután kezdett el komolyodni a kapcsolatuk. Az egyetem második évében Viamos, Catherine és két barátjuk egy lakást béreltek az egyetemhez közel a nagyobb magánszféra miatt, a sajtót pedig remekül félre tudták vezetni azzal, hogy az otthonok falain kívül úgy viselkedtek egymással, mintha csak barátok lennének. Vilmos Herceg és Kerstin hivatalosan 2003-ban kezdett randevúzni egymással, ezzel együtt a sajtó nyomása is megnőtt, végül 2007-ben szakítottak, ám nem sokkal később ismét egy párt alkottak. Kerstin a 2000-es évek második felében már több királyi eseményen is megjelent, 2010. júniusában összeköltöztek Vázban, és 2010. októberében Kenyában Vilmos herceg feltette a nagy kérdést a kedvesének. Az eljegyzés november 16-án jelentették be, ahol többek között az is kiderült, hogy a néha idején a hercegnél eljegyzési gyűrűjével kérte meg Vilmos Kerstin kezét. Vilmos Herceg és 2011. április 29-én házasodtak össze a Westminster abbey mely hatalmas tömegeket vonzott. Kb. 1 millió ember ünnepelte őket a Palota és az Apátság közti útszakaszon, és kb. 300 millió embert követte a televízióban az eseményeket. Vilmos és Katalin 2013-ig a Nottingham is t használták londoni rezidenciaként, amikor elkészült a Kensington Palota 1A apartmanjának felújítása, Korábban a királynő huga Madrid hercegnő élt ahol a jelenlegi Velszi pár a mai napig lakik, amikor Londonban tartózkodnak. Vilmos herceg az esküvője napjáig az édesapja címét használta, a gyakorlatban William Wells néven hivatkoztak rá hivatalos formában, azonban 2011. áprilisában a királynő a Cambridge hercege, a Stratrem grófja és a Kerik Ferros bárója címeket ajándékozta neki, melyeket egészen második Erzsébet haláláig 2022. szeptemberéig használt, a köznyelben a legmagasabb rangot, azaz a Cambridge hercegét. 2012. december 3-án jelentette be a palota, hogy Katalin hercegnél az első gyermekükkel várandós, és 2013. július 22-én a Szent Mary's Hospitalban megszületett György Herceg. 2015. május 2-án született meg Charlotte Hercegnő, akit 2018. április 23-án Louis Herceg követett. A Velszi Hercegi család életét két angolok kokkel Lupo és Orla egészítik ki. A gyerekek születése előtt második Erzsébet királynő kiadott egy letters patent melyben rögzítette, hogy a korábbi évszázados hagyományokkal ellentétben Vilmos Herceg és Katalin négy gyermekei a születésük sorrendjében kerülnek be a trónutódlási sorba, tekintet nélkül a nemükre, azaz, ha az első gyermekük kislány lett volna, ma ő lenne a trónrökös, valamint ennek értelmében Charlotte előbb áll a trónutódlásban, mint az öccse, Louis. Viamos és Katalin egyaránt kiveszik a részüket a királyi család programjaiból, Noha a gyermekeik születése után egyrészt nem látogattak külföldre olyan sokszor és hosszú időre, mint ahogyan a történelemben a királyi család szenió tagjai tették. Vilmos hercegben megvan a kötelességtudat, a rábízott feladatokat kérdés nélkül teljesíti, ezzel együtt mégis modernebb trónrökös, mint bármely őse volt. Amikor a gyerekeknek iskolai szünete van, akkor radikálisan csökkentik a királyi programok számát, vagy sok esetben egyáltalán nem egyeztetnek semmit arra az időre. Noha, hogy a nőnek a gyermekei, őket is igyekeznek bevonni a megjelenésekbe. George, Charlotte és Louis viszont már mindenképpen a változás szelét élvezik, és nem kell hetekre vagy hónapokra nélkülözniük a szüleiket és odadák gondoskodásában bízniuk, ahogyan a nagyapjuknak a jelenlegi harmadik Károlynak kellett erre rákényszerülnie egészen új kora óta. 2022. szeptember 8-án elhogy második Erzsébet királynő, ezzel viamos Vilmos édesapja Károly herceg került a harmadik Károly néven, Vilmos pedig közvetlen kössé vált. A királynő halála utáni napon, szeptember 9-én Károly Velszi hercegé nevezte ki Vilmost, ami Velszben némi visszatetszést váltott ki, azonban a videó készültek a legfrissebb információ, hogy nincs terve a hercegé való beiktatása ceremoniális körülmények között, csupán csak a történelmi rangról van szó, mely a mindenkori brit uralkodó legidősebb fiát illeti meg. A Velszi hercegi címmel Vilmos a Cornwalli hercegséget is megörökölte, mely 1337 óta a koronabirtokában van, és 760 millió fontra becsülik az értékét. Vilmos herceg népszerűsége gyakorlatilag a születése óta töretlen, tínédzserkor által a hölgyek is nagy érdeklődéssel követték az élete alakulását, leginkább a bulvárlapok hasábjain. A tudónörökös gyakorlatilag botrányoktól mentes életet élt és él, a Katalina kötött házassága és a gyermekeik születése óta pedig sokkal inkább apofikuraként jelenik meg a médiában is. 2011-ben a Time magazin a világ legbefolyásosabb emberei közé választotta, 2016-ban egy interjúban elmondta, hogy a célja a családja kapcsán, hogy a következő 20 évben is relevánsá tegye a monarchiát. 2022 és 2023. szeptemberében is a királyi család legnépszerűbb tagja a Jugov felmérése alapján, és ennek talán az az oka, hogy Vilmos Herceg magánélete nem szerepel a, a címlapokon, valamint hogy hasonló stabilitást és megbízhatóságot sugároz, melyet nagymamája, második Erzsébet királynő is képviselt a 70 éves uralkodása alatt. A herceg népszerűsége kapcsán egy másik érdekes kérdés, hogy sokan azt latolgatják, hogy a királyi család és a monarchia intézménye akkor élheti modernkori reneszánszát, amikor feltehetőleg 5. Vilmos néven és 1066 óta a brit szigetek 43. uralkodójaként egy új korszak köszönt majd be a jelenkori Nagy-Britanniában. Noha a média mondhatni kezd kézzel bánik Vilmos herceggel és Katalin hercegnével napjainkban, ez részben azért is van, mert éles határokat húztak a hivatalos megjelenéseik és a magánéletük között. Amikor éppen nem akadon a szolgálatában teljesítenek feladatot, a családjukat mindennél jobban védik, ami nem meglepő egyrészt de a hercegnél tragikus sorsa, valamint a bolvár média csak növekvő befolyása miatt. 2005-ben 35 alkalommal hallgatta le Vilmos telefonját a News Group Newspapers, melyel 2020-ban peden kívül sikerült megegyezést a jutnia. Szintén 2005-ben az akkor még csak barátnőjét, Kathy middleton egy állásinterjúra tartva üldözték a paparadzik, 2007-ben pedig a születésnapján forrósodott fel a média érdeklődés, melyre szintén a jogi lépések kilátásba helyezésével feleltek. Vilmos Herceg kapcsán talán az egyik legszaftosabb pletyka napjainkban, hogy vajon tényleg megcsalta -e a feleségét egy Hámbadi nevű nővel, ennek a kérdése néhány éve ciklikusan újra és újra előkerül, azonban személy szerint úgy gondolom, hogy a verszi herceg és hercegné nem úgy néznek ki, mint akik közéket vert egy viszony, feltéve, ha a kérdéses viszony valóban megtörtént. Ahogyan a szülei, úgy Vilmos Herceg is igyekszik kivenni a részét a jótékonysági munkából. 2007-ben Diana Hercegné halálának tizedik évfordulóján öcsével Harry Herceggel jótékonysági koncertet szerveztek, és az abból befolyt összeggel a néhai Velszi Hercegné által támogatott és patronált szervezeteket támogatták, csak úgy, mint azokat a szervezeteket, melyeket azóta Vilmos és Harry támogatott. Vilmos herceg 2010-ben a BAFTA, azaz a British Academy of Film and Television Arts elnöke lett, illetve 2011 márciusában Katalin herceg nével megalapították a The Royal Foundation-t. Vilmos herceg nem csak a királyi családban hagyományosnak számító jótékonysági ügyeket támogatja, hanem többek között az LMBTQ jogok mellett is többször felszólalt, valamint az ebbe a közösségbe tartozó szem melyek elleni zaklatás és bántalmazás ellen, kihangsúlyozva annak fontosságát, hogy bárki büszke lehessen arra a személyre, aki, valamint az online zaklatás és a diszkrimináció káros hatásairól is beszélt. 2016-ban az etitűd egy meleg magazin júliusi számának címlapjára került, elsőként a királyi családból, 2017 májusában pedig a brit LMBTQ díját adón is adták a közösségért tett előfeszítéseit. 2023 a Pride Month alatt egy, a mentális egészséggel kapcsolatos beszélgetésen is részt vett. Vilmos Herceg 2020-ban leginkább olyan szervezeteket támogatott, akik a pandémia elleni harcból vették ki a részüket, azonban a Verszi Herceg egyik szívügye a környezetvédelem, melynek kapcsán egyrészt több, az afrikai kontinens érintő szervezetet is támogat, másrészt 2020. októberében megalapította az Earthshot Price-t, mely minden évben öt szemét a környezetvédelmi tevékenysége kapcsán. A Velszi Herceg másik szívügye a mentális egészség kérdése, melynek kapcsán szintén aktívan kiveszi a részét egyrészt a jótékonysági munkából, másrészt a figyelemfelhívásból. 2023. júniusában Vilmos Herceg megalapította a homewatch melyen azt tűzte ki céljából, hogy megszüntesse a hajléktalanságot Nagy-Britanniában, melynek kapcsán egyébként 2005 óta tevékenykedik és támogat jótékonysági szervezeteket. Mindent összevetve véleményem szerint Vilmos Herceg a királyi család egyik legmodernabb tagja, aki nem azért tevékenykedik olyan ügyek szolgálatában, melyeket az ősei elképzelhetetlennek tartottak a maguk idejében felkarolni, mert bármiféle nyomást érezne a média felől, hanem sokkal inkább azért, mert részben az édesapja, Károly Herceg is igyekezett újítani a maga módján, részben pedig az édesanyja, a néha idején a hercegnél 90-es években sokszor sokkolta a királyi családot és a médiát is azokkal az ügyekkel, melyeket felkadolt és kieltértük. Nem utolsó sorban pedig a Velszi herceg kiváló oktatásban és érzékeny nevelésben részesült, melynek kapcsán a tőle elvárt patronáló és támogató szerepeken túl nyitottan közelít a modern világ újabb problémái felé is, melyek néhány évtizeddel ezelőtt még lehetetlennek tűntek, hogy egy királyi herceg felkadolja őket. Noha a monarchia és a brit udalkodó szerepeire inkább szimbolikus és diplomáciai, Vilmos herceg, amikor a oda kerül, a fiatalabb nemzedékek szemében is újra relevánsabbá teheti, még ha más módon is, ahogyan az elődei tették. Ha pedig tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, és ha érdekesnek találod a tartalmaim, de még nem tetted, iratkozz fel a csatornára. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem találkozunk a következőben. Sziasztok!